Itta valód, itt a fű, sárnyányellen, sárnyány! Katonáknak, diákoknak, féláron, itt a valód, itt a fű, te is kész! Egy ilyen vitétek sarát jobban védett, mint a páncél! Katonáknak, diákoknak, féláron. Emlékszem a jelenetre. A kancellárok én voltam, sárkányfőárus voltam. Legelső részben a hadvezér. Vigyázz, lép, cső, nem cső, cső. Tudom, dom-dom-dom. Tudom, dom-dom-dom. Itt vagyok. Mit csinálsz te ott? Félek. Tűnj el a szemem elől! Tűnök. Vigyázz, lépcső! Tudom! Ja, és hát a lepke én voltam a főcímben. Drága fiam, az ősi hagyományokhoz híven a 7. születésnapodon ezennel kinevezlek trónörökösnek. Valamifiam, felség, ne így kicsit. Attila kegyelméből vihettem magammal a hangomat. Na figyelj, akkor mondom. Na, egyszer egy az egy, aha, kétszer egy az kettő, háromszor egy az három, négyszer egy az négy. Jaj, jaj, hogy a holló válja ki a szemét. Én voltam a holló, voltam a pék, úgy emlékszem. A második résztől hadvezér. De ugye az volt az izmos szerep, de én voltam más is. Tehát ugye az nem feltétlenül szerepileg, hanem ott... Tehát ott álltunk, tudod, így beszorítva négyen, és volt nyolc kezünk. Annyi szereplő volt a népségkatonaság, ugye a szökőkutas jelenetben. Ott hát az, mikor folyt ránk mindenki a víz, azért az csodás élmény volt abban a nagy menekben. Működött a szökőkút, vagy nem működött, igen, a szökőkút? Az volt az egyetlen, igen, ami állandóan egy kicsit rumis volt. Nem akar. Hát tele voltunk technikával, ilyen spriccelős technikával, hogy a halnak el kellett süllyedni a vízben. Csodálatos. Tehát én csak arra emlékszem, hogy amin elcsodálkoztam például, és halálosan kedveltem azt a munkatársat, hogy el nem tudtam képzelni, hogy egy bábjátéknak a bevilágítása az ennyire sarkalatos kérdés. A tréfás 25-ször lapocskákkal, ő maga, mint fővilágosító, annak a stábja olyan zseniálisan működött, hogy én azóta sem láttam ilyet filmezés közben. Komolyan mondom. Mm. És úgy imádta ezt az egész ügyet, meg ezt a műfajt. Igen, néző volt, mikor ment a jelenet, a tréfás néző ott volt. És elképesztő, és emlékszem, hogy mindig néző. Csomó nagyon szép luxus is volt, mert tudod, én mindig ilyen nyafos, hisztis alkat voltam, hogy mikor szóba került, hogy majd most lerombolják a várat vagy az épület, és a fejünkre fognak potyogni a téglák, én rögtön közöltem, hogy én fejemre itt majd képzölt foltokat mondták, hogy mondott valamelyik műszaki, hogy ne aggódj, mert ez balzafa. Én életemben nem hallottam még akkor ezt a kifejezést, és adott egy darabot, így elejtette, és láttam, hogy mint egy pihepuha izé szállt, igen, és valóban potyogott a fejünkre, emlékeztek. Modell. Fantasztikus élmény volt, hogy van ilyen anyag, igen, ami nem töri össze az embert, ha rádől. Döbbenetes volt. Úgyhogy ezek a sisakok is olyan könnyűek voltak, amiben ugye páncélba voltak költözve. Igen. Mert hogy aztán jött a süs, és összetudtam morzsolni, ez is benne volt, de nem volt nehéz. Én a bábszínházban, hát volt olyan lovas huszár, ami így után... Igen. Két évig. A gyerekek, tudjátok, hogy a Zob Kati ült kint és varta meg az éjszakadbábokat? Igen, én ezt elmondtam egy múltkor, mikor én itt voltam, mert ő varta a kezembe a bábot, és ő volt az ügyeletes. Így van. És akkor Attila csak kiabált valami elszakadt, hogy Zob, és jött. Igen. Úgyhogy... De hát úgy nézett ki, hogy szeret minket. Én úgy érzem, hogy úgy jártunk be próbálni, mintha jelmez prób. Szóval, hogy tudtuk, hogy kinek melyik kell, hogy megfeleljen, vagy hát ez tudható volt. Emlékszem rá, ott úgy kellett csinálni, látod,
poliartritiszem volt, sokizületi gyulladás, és amikor elmúlt, akkor ez így megdagadt, és ehhez kellett egy ilyen bumfordi kezet csinálni. Így letettem a tegyeremet, és így rajzolták át, hogy így kell nekem a sárkányfőjáros, úgyhogy belebújjanak a kézbe. Azt tudja elképzelni a néző, hogy erről jutott eszem, hogy körülbelül ekkora volt a járat, ami a két paraván magasságú terepasztal között ment. Igen. És akkor, hát mondjuk általában ekkora, de nem tudom, hogy a fártkocsi az, tehát amikor elfért a fártkocsi, akkorának kellett lenni, és ott szorongtunk ebben, ebben a kis szűk térben. Igen, ez egy érdekes munka, akár színházban, akár hogyha áttesszük ezt az egész munkát televíziós változatba. Én ott megtanultam azt, mert azért figyeltem, hogy tulajdonképpen itt nem szabad kapkodni úgy, mint a színpadon, ekkora nagy mozdulatokkal, mert kimegyünk a képből. Igen, mert a színpadon, ha színházban játszottunk, hát akkor kimehetünk a képből. Volt, ott igen. Lehetett nagyokat ugrani. Hát ugyanúgy, mintha élőben játsz, vagy mész a színházi játék a színpadon, és ha filmen, normál filmes, akkor is kisebb gesztussal kell az arcodon is játszani. Hát szóval itt pici mozdulatokra volt szükség. Ettől is lett olyan, hogy mondjam, finomabb az egész, közvetlenebb. Hát, kik ezek? Hadi fogjak! Majd én! Micsoda? Majd én! Majd a fővezér elmondja! Háborúztunk! Csatáztunk! Győztünk! Úgy bizony! Piff-puff, csihipuhi és győztünk! És ezek megadták magukat? Mint a fény! Ennyi hadifoglyot még én sem ejtettem! És úgy rezkedtek, mint a nyárfalevél! Bizony! És te voltál a fővezér? Én voltam! És Süsi volt a hadsereg. Attila kegyelméből vihettem magammal a hangomat, de visszahallgatva biztos nagyon sok mindent másképp csinálnék most. Nagyon lehet, hogy nem tudnám megcsinálni, mert valahogy más... Nem. Hát mi kicsit élményem már nem úgy meg van. Volt az a gyerek, a fiatal, még a fiatalnál is fiatalabb gyerek de hangot. De hangsúlyokat biztos másképp, de úgy egészben mindig azt mondta Attila, hogy úgy az összhatás legyen jó. Mindig azt mondta, hogy ne szőrözzél egy-egy mondaton, hanem az összhatás legyen jó. Én tele voltam örömmel, azért, mert ott olyanokkal találkoztam, a Kalló Flórián, egy vidám, nagyon jó humorú fickó, és tehát a Bodrogi, meg kell mondom, Bodrogi Gyula, elnézését kérem, én azt hittem, hogy ő egy vidámabb ember. És nem egy barátkozó. Kallóval ellentétben az egy barátkozó. Fickó, kedves fickó volt, Bodrogi az egy tartózkodó. Miután még azt is elmondtam neki, hogy szerelmes voltam bele 14 évesen, hát és benne... Nem kellett volna, ahogy betettem a padba, és hogyha rossz volt a tanár, vagy akkor megnéztem a képét. És nem hatódott meg. Annyit hallott ilyet. Biztos. Nem is büszke voltam, boldog. Egy kicsit rosszul esett nekem, hogy a többiek meg lehet, hogy fájt a szívük. Hogy miért én jutottam ehhez a helyzethez. Nem volt de ilyen, ilyen nem gyerek. Lehet. Lehet, nem haragudtak rám. De abszolút rám. Volt ilyen. Abszolút volt ilyen. Vérig voltunk sértve, nem rám haragudtak. Dehogy. Na ezt mondom. Nem, vérig volt sértve mindenki, igen. Mert hogy nem használták a hangját. Igen, ezt a páratlan. Nekünk ott meg kellett. Erre, én Attilát megtámadtam ezzel a problémával, azt mondta, hogy annyi szerepet játszom, most melyiket kellene. Mondom, hát legalább egyiket. Igen, de azt hiszem, hogy nekem az volt a szerencsém, hogy nem volt más ilyen gyerek, és akkor azt úgy nem lehetett, hogy én, tehát érted, az még lehetett volna, hogy miért nem én vagyok a kis királyfi, ezt lehetett volna belül a lélekben, ezért ennek, rám ennek volt egy szakmai oka különben, mert mikor komolyra fordítva a szót, azt elmondta, hogy amikor, ugye, te benne voltál a legelső részben is, ugye? Abban nem. Nem, én sem. Tehát az történt, hogy a legelső rész nagy sikerrel megszületett, és akkor eldőlt, hogy lesz ebből egy sorozat tulajdonképpen. És mivel az akkori bábszínházi szerződött kollégák, mi már akkor nem voltunk nem a színház tagjai, rettentően nehezen voltak egyeztethetők. Igen. Ezért alapvetően, amikor a művészeket vagy a játszókat felkérte a televízió, döntően az asztrásokra épített, akik nekem jó barátaim, félre ne értsetek, de nagyon
szenzációs bábmozgatók, viszont nem erős színészek, valljuk be. És ez az egész már eleve a kezdet-kezdetekkor bizonyára úgy lett kitalálva, hogy komoly színész hangok fogják lefedni ezeket a jó bábmozgatókat, de közben a sors úgy hozta, és szerencsénk volt ebben a kérdésben, hogy mi belekerültünk, mert kiderült rólunk, megtudták, hogy mi teljesen szabadok. Aki a csatát megnyeri, nem kell annak tejbe papi. Nem. Ahhoz. Szóval tudod, amikor filmezik az ember, vagy valami rövid távú csinál, akkor az másnap szétesik, hiába szeretik egymást. De ez valamitől, és akkor még nem tudtuk azon a nyáron, hogy még lesz majd jövő nyár is, amikor megint lesz. És mindig nagy tortával, meg buli, záró buli. Mára ezzel fejezem be, nem jut most több az eszembe. Yeah.